Ez ennek a, ez egy rendes, itt az északi déli vagy fordítva, hogy vétettük rá az áramot, akkor nem fogja tudni, hogy jobbra vagy balra forogjon. Ezért, hogy tudja azt, hogy jobbra vagy balra forogjon, általában legalább három, vagy legalábbis páratlan számú pólus szoktak tenni. Három albán működik, és akkor tesznek ide három ilyen vasat, és mindegyikre tesznek egy tekercset. És ezt kivezetik itt ilyen csúszógyűrűkhöz, minden tekercsek a két végét hosszú rajzolom fel, minden így kéne rajzolni ide, ide és ide, így. A két végét két csúszógyűrűhöz, és ha erre rájön itt két érintkező, ezt a kommutátornak, mert mindig váltakoztatja, akkor be lehet ezt az irányba úgy állítani, hogy például ez itt most észak vagy dél, akkor ezt vonza, de mire ide él, azóta ez lesz a déli pólus, és az vonza tovább, és így szépen forogni fog. Ez egy nagyon praktikus kis motor, általában mivel állandó mágnes van benne, nagy teljesítményre nem használják, akinek van otthon játékvasútja, kinek van villanyvasút. Abban ilyen motor van, ugye? Állandó mágnes motor, ennek nagy előnye az, hogyha megcserélem a polaritását, akkor a másik irányba forog, tehát megvan adva az, hogy merre forog. Azaz, az függ az áram irányától. Na most ilyen motor több helyen is előfordul, de általában nagy teljesítmény nem lehet vele csinálni, mert állandó mágnes van benne, ami nem olyan túl nagy mágnes legtöbbször. Hát ezt az állandó mágnest cseréljük ki elektromágnesre. Ha ezt az elektromágnest egyenállammal gerjesztjük, akkor ugyanezt kapjuk, ugyanilyen motort kapunk, csak hát ahol kell egy egyenáram, egy váltakozó áram, és ez nagyon bonyolult, és ezt nem szeretik a mérnökök, nem szeretnek bonyolult dolgokat csinálni. Hanem azt csinálják, hogy azt is váltakozó árammal hajtják meg, tehát ugyanezt rajzolom le még egyszer. Hát ez most egyenáram volt, ez a harmadik szomjuk volt. Tehát csak ide teszünk egy tekercset, és utána ez ugyanaz. Ugyanígy, itt ez egy tekercs. Ide így, lássuk, egy tekercs van két vége. Ez egy tekercs. Na most itt ugyanezt csináljuk. Most a tekercseket nem rajzolom ide. Itt van rajta ez a kommutátor, itt van a két érintkező. De nem, most ez egy... Ha most ezt egyenáramban meghajtjuk, ezt is, meg ezt is. Ja, rosszul mondtam, végig egyenáramban szó. Ezt is, meg ezt is egyenáramban. Valami butaságot mondtam itt előbb, de azt töröljék az agyunkból. Ezt is, meg ezt is egyenáramban meghajtjuk. Ugye egyenáramotorról van most szó. Akkor ugyanez a helyzet áll elő, mint itt. Na most kétféle motor van, valamikor sorba, valamikor párhuzamosan kapcsoljuk. Legtöbbször sorba kapcsoljuk ezt, ilyen módon. És akkor ez a motor egy olyan motor, amelyik elkezd pörögni, ugye, mint minden más motor, és hogyha úgy tudunk polaritásváltást csinálni, tehát irányváltást csinálni, hogyha vagy ezt a két drótot megcseréljük, vagy ezt a két drótot, tehát relatív a kettőt egymáshoz képest megcseréljük, akkor pontosan a másik irányba fog pörögni a motor. Na most mind a két motor olyan, hogyha tekergetjük ezt itt, ha ezt itt tekerjük, akkor áramot termel. Ez már nem teljesen olyan, mert ha tekerem, akkor nem tudja, hogy merre termeljen áramot, de ez a dinamo elv, hogyha van itt egy fogyasztó a végén, tehát most egy párhuzamosan kapcsolom a kettőt, akkor ha van egy kis feszültség valahol, akkor azt meg fogja növelni, ugyanúgy, mint az a dinamo, amit vettünk, hogy a föld
belsejét, vagy a Föld bácsistenet létrehozta, az is Dinamo el volt. Ezért kapta a Dinamo elvet, mert erre jött rá Jendrik Ágyos, hogy egy ilyen motort, ha elkezdtek tekerni, ebben is keletkezik feszültség a két végén, annak ellenére, hogy kezdetben nem volt, és kezdetben nem volt mágneses tér se, hanem azért, mert valami kis mágneses tér, a Föld mágneses tere van, a Föld mágneses tere miatt keletkezik itt egy kis feszültség, az meg az létrehoz itt egy nagyobb, egy áramot, amely már létrehoz egy nagyobb feszültség, nagyobb teret itt bent, és az megint nagyobb, ez a dinamo el, és a végén be fog állni egy egyensúly, és ilyen módon is működik. Na most ilyen motorok rengeteg van, ilyen megy tulajdonképpen a villamosokban, inkább azt mondom, hogy a régebbi villamosokban, a mai villamosokban már nem nagyon, bár az elve ugyanaz, ilyen például az autónak az önindító motorja, csak az nagyon alul van méretezve, ugye, azért, hogy kicsi legyen, ha az ember, nem tudom, hogy ugye, ha fél percnél tovább önindítózunk, akkor már nagyon büdös van az autóban lesz, nem tudom, valaki rájött már erre. Manapság már kevésbé, mert nem kell olyan sokat, akinek még régi autója volt, vagy Dacia, vagy Lada, az tudja, hogy ha sokat önindítózunk, akkor büdös van azért, mert nem arra tervezték, és akkor elkezd olyan meleg lesz, hogy már elkezd égni a szigetelés róla. Ha tovább önindítózik, akkor már nem lesz annyira büdös, mert kiég a motor. Na, tehát ezek voltak a kommutátoros motorok. Az autóban régebben ilyenfajta volt a dinamo, hogy egy állandó mágnes, benne egy ilyen tekercset forgatunk, itt keletkezik feszültség, és ezt szölte fel az akkumulátor. Manapság a különbség csak annyi, hogy itt nincs kommutátor, hanem csak két csúszógyűrű van, ez ugye generátor, váltakozó áramot termel, és diódával egyenlítják, mert az megbízható. Most mondtam azt, hogy manapság már nem ilyenek a motorok, azért, mert a kommutátor ugye szikrázik, meg egyéb dolgokat tud. Erre azt akarom mondani, hogy váltóállamban ugyanúgy működik ez a motor például, mint egyen áramban. Tehát váltakozóállam ugyanúgy működik, mert ez, itt váltunk irányt, itt is vált irány, tehát semmi probléma nincs. Így van? De az a nagy probléma, hogy váltakozó áramnál sokkal jobban szikrázik a kommutátor, és nem szeretik váltakozó árammal üzemeltetni. Na most régen a vasútnál, még azt jelenti, most is megvan pár helyen, ezért csináltak olyan váltakozó áramot, ami nem 50 Hz, hanem 16 és 2/3 Hz, mert akkor az ritkábban megy át a nullán, és azt még lehet transformálni, bár nagyon nagy transformátorok kellenek hozzá, de még lehet transformálni, és lehet mennyire motorokat üzemeltetni vele. Ez nem nagyon vált be, manapság már nincs ilyen. Magyarországon is volt egy vonal, a Vász-Veresegyháza vonal, de azt a háborúban, II. Világháború lebombázták, és azóta nincs már meg. Na most manapság ezek a kommutátortól helyek elektronikák alkalmaznak. Vannak érzékelők, amik érzékelik azt, hogy mikor, hogy kell kapcsolni, és ilyen nagy tranzisztorokkal, vagy kicsikkel, attól mekkora a motor, vagy tirisztorokkal kapcsolgatják ezt, és így a villamosokban tirisztorokkal kapcsolgatják, az nagy teljesítmény. Mondjuk úgy, hogy erősítő, tehát kapcsolóelem, és akkor nem szikrázik olyan nagyon, és megbízhatóak lesznek a motorok, tovább tartanak. Na most nézzük ezeket meg a kísérletileg is, most van a bemutatás, bemutatunk egy sok kísérletet, most itt egymás után. Először menjünk vissza a múlt korához. Meg lehet figyelni majd, hogy változik a feszültség.
nem kézzel forgatom, hanem egy kis elektromotorral. Én meg lehet figyelni azt, hogy egymás után ott, mondjuk ennek van maximum, annak, annak. Ez ember elég gyors kis telassítom, és akkor nem kell annyira gyorsan. Látszik, hogy 120 fokkal el van. Hát, hogy pontos a 120 fokkal? Hát, hogy kb. Nagyon jól látszik. Jó. Még azt, ugye, néha az, illetve a valóságunk megvalósításból az, hogy ezeket a pontokat összekötik, akkor semmilyen változik igazából, akkor most más. Jó. Ugye, az indukció használható, illetve az indukcióra alakulnak ezek a dolgok. Az indukciónak van egy csomó olyan különböző kísérletekben az indukciós hatások megnyilvánulnak. Például itt van ez a, nem, azzal kezdem. Megérkezik. Ugye, ha van egy mágneses terünk, és az változik, az a mágneses fél lesz. Tudod, ezt nem hiszem, hátul látszik. Ez látszik? Te látszik, de ide tudtál. Jó, változik. Ezt te megmutattam, nem tudom? Nem. Amint van két körgyűrűnk, az egyik az egy zárt gyűrű, a másik az pedig egy nyitott, szóval van egy picilés. És változtatni fogom a mágneses teret ebben a gyűrűben, akkor ez indukál egy feszültséget, egy áramot fog indukálni, abban az esetben, hogyha zárt az a gyűrű, ha meg nem zárt, akkor nem indukál áramot. És az indukált áram a mágneses teret kölcsön fog tartani ezzel a mágneses térrel, és ez a kölcsönhatás ez mindig olyan, hogy a változás ellenében változó elektromotorai, ezt lehet itt megfigyelni. Tehát most, ha bedugom ezt a mágnest, akkor elkezd forogni ez a gyűrű. Tehát utána megy, kihúzom, akkor visszaáll a forgás. Tudom rajta, akkor ugyanezt megcsinálom a fölvágó gyűrűvel. Akkor pedig nem fogja. Tehát ha ugyanezt megcsinálom ezzel, még látszik, hogy nem tudtam is lenni. Így ebben a fényben. Ugyanennek a jelenségnek egy másik, egy ugyanez a jelenséghez tartozó másik kísérlet, az ez az inga. Van egy ingánk, ami így ing. Annyi a különlegessége ennek az ingának, hogy itt egy fémlap van, és ez a fémlap, ez néha elsuhan egy mágnes, egy elektromágnes két pofája között, ahol viszonylag erős mágneses tér van. És akkor itt ez a mágneses tér, ugye, ahogy itt egy változó mágneses tér, ez áramokat fog indukálni, és ez megint csak a mozgást hasítani fogja, és hogyha bekapcsoljuk a mágneses terünket. De ennek az ingának van egy neve is, tudod? Ez a Walter Hoffen. Milyen? Walter Hoffen inga. Nem tudom, de én nem tudom megjegyezni. Fölírtam. Azt hiszem Walter Hoffen. Megnézem. Én nem tudtam megjegyezni a nevét. Megmondom őszintén. Walter Hoffen. Walter Hoffen. Jó, legyen. Walter. Walter Hoffen. No. Tehát, ha bekapcsolok meg, most 6 amper folyik át ezen a mágnesen, és figyeljük meg az inga mozgását ekkor, és látszik, hogy lecsillapodik igen gyorsan. És hogy van? Kihúzzuk az áramot. Igen? Most hasonlóan hozzá az áramot. Jó. Igen. Most? Ez ugyanaz, mint az előbb a gyűrűnél, hogyha ezt a fémlapot ezt fölvagdossuk, tehát nem engedünk rajta nagy ilyen áramlókokat, akkor ez a kölcsönhatás, az áram mágneses tere meg a mágneses tér között, ez lecsökken. Tehát most egy ilyen fésű dugok be, ez egy ugyanolyan fémlap, mint az előtt, csak föl van lapos. Ja,
Jó, tehát itt van az inga, és akkor most bekapcsolom az áramot, és akkor látszik, hogy most nem történik semmi, ugyanúgy ing. Tehát az indukált áramok azok nem jelentősek, tehát nem fékezik a, azokat a mágneses teremben fékezi a mozgást. Ugyanerre a jelenségre van egy aranyos kísérletünk. Ezt szerintem már többen látták, akik ilyen. Van egy részcsövünk, a réz az jól vezeti az áramot, és van egy pici ilyen, hát ez részből van egy ilyen kis, nem tudom micsoda. Henger. Henger, jó, ez egy henger, amit egyszerűen átdobunk rajta, és hát ugye ez átesik, leesik, kell egy fél másodperc. Van egy ugyanekkora hengerünk, ez egy mágnes, és ezt most beledobom, és ez is átesik rajta. Esik, 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 hosszan esik. Még mindig esik. Nem ragad bele. Tényleg nem. Mindjárt kiesik. Most érte az a lényeget. És hogyha megfigyeljük, itt lehet is látni, hogy tényleg szép lassan esik. Van egy mágneses térre érzékeny anyagunk valahol. Hát van, itt potyog a mágnes, ott megy. Jó. Tehát ez volt a Lenz-törvényhez kapcsolódó jelenségkör. És akkor a Lenz-törvényen lehet magyarázni még egy pár dolgot. Erről volt szó, mint tudom? Volt. Jó. Tehát három fázisú motor. Ugye ez abból áll, hogy itt van három mágnes, és te van dugva ide a három fázisba, akkor ezek között fázis különbség van. Tehát akkor a keletkező mágneses tér, ez egy forduló mágneses tér lesz, és egyszerűen egy ilyen vas lapot ide rakok fölé. Ugye? Az nem vasos, az? Nem tudom. Alumínium. Jó, alumínium lapot. Igen. Egy alumínium lapot ide rakok. Tehát egy fénylapot. Egy fénylapot. Mindegy, hogy csak vezesse az áram. És akkor ez a változó mágneses tér, ez miatt, ugye a Lenz-törvény miatt ebben a keletkező örvényáramok, azok megint a mozgás ellen fognak hatni. Tehát akkor ez a lap, ami egy ilyen tűcsapágyon tud forogni, ez elkezd fölgyorsulni, elkezd forogni a mágneses térünk el együtt. Nyilván ez nem rögtön éri el ezt a szögsebességet, praktikusan sose éri el. Ugye, mert ameddig neki erőt vagy forgatónyomatékot kell kifejteni, addig nem tudja elérni. Ha elérte ugyanazt a sebességet, akkor már nem tud erőbe forgatónyomatékot kifejteni. Akkor ezt hívjuk a szinkron motornak. Jó. És most sokat többé. Minden. Az összes most van. Csomó motor felett. Hogyha csak egy fázisunk van, akkor is tudunk kiekszulálni, erről volt szó múlt óra végén. Itt van egy változó. Tehát van egy változó egy fázisú áram, és ez a motor, ez ugyanaz, mint az előző a szinkron motor. Ugye itt van rajta, tehát van egy vasfalunk, van rajta két tekercs, tehát valamilyen mágneses teret hozunk létre. Ugye itt az a baj, hogy egy fázisunk van, az ebből kijövő mágneses tér, az mindig egy irányba periodikusan fog változni. Tehát sose kapunk forgást. Ahhoz, hogy forgást kapjunk, ahhoz kéne egy rámenőleges komponens, ami fázisban el van tolva. És akkor ezt meg lehet többféleképpen valósítani, ezt tojás, tojásmezős. Tehát itt van rajta egy tekercs, a tekercsben indukálódik egy átlag. Ez egy gyűrű. És akkor ennek a tere ez egy kicsit más fázisban lesz, emiatt lesz egy olyan komponens, ami körbe-körbe megy. És itt van ez a fénytest. Tehát ha belakom Tehát, hogyha berakom ebbe a forduló mágneses térbe, akkor ez a fénytest is elkezd forogni a
is egy ilyen a szinten akkor. És ha más nem jött rökönbe, akkor más nem sor? Nem, és előtt. Igen? Próbáljuk. Igen? Jó. Szerintem. Akkor arra fogok, nem, nyerek. De az ugyanolyan, mint az egyen áramú, hát, hogyha nincs kommutátor. Nem, itt egy mágnes áram. Egy rátakozás a motor, itt egy mágnes áram, akkor a szinkronba tud mozogni. Tehát, hogyha nem ilyen aszinkron motort szeretnénk, tehát nem... Ja. Tehát van egy, itt is, hogy itt azt csináljuk, hogy kihasználjuk ugyanazt, hogy forog a tér, de nem az indukált áramokkal fog kölcsönadni, hanem egy fix mágnessel, és akkor ebből is tudjuk egy motort csinálni. Ez egy szinkron motor. Yes.
hogy kicsit fél magam fölött. Erre kéne csinálni, hogy valós elszínes Tehát akkor én nem beszéltem a szinkronmotorról. Hát szinkronmotornak nagy gyakorlati jelentősége manapság nincs. Hát amikor én még gyerek voltam, akkor még sok helyen volt szinkron óra. Ez azt jelenti, hogy egy szinkronmotor, amelyik ugye pontosan másodpercenként 50-et fordul, nem? És ebből órát csinálnak, és akkor ott egy pontos óra lesz. Addig lesz pontos óra, ameddig a frekvencia pontosan 50 Hz. Na most, amikor én gyerek voltam, akkor a frekvencia általában lemaradt az 50 Hz-től, mert rájöttek a különböző áramgyártó cégek, hogyha kisebb frekvenciával adnak, akkor abból lehet kicsit csalni, hogy ugyanannyi áramért több bevételt lehet szerezni, és ezért egy kicsit a frekvencia lemaradt, és ezek az órák általában gyerekkoromban késtek. Na most aztán itt megszűntek teljesen az ilyen szinkron órák. Legközelebb akkor találkoztam vele, mikor már lehetett kimenni Amerikába, és ott nagyon gyakori a szinkron óra, és hoztak Amerikába a szinkron órát, hogy az milyen klassz dolog, mert ott egész pontosan jár. Hát itt mennyire jár pontosan az óra, azt tudják? Siet vagy késik? Késik. És naponta mennyit késik? Mennyit? Egy-két percet is akár. Miért késik? Mert itt 50 Hz van, ott 60 Hz. Így van? Tehát akkor nem, akkor 20%-ot késik, az 5 órát késik. Milyen? Tehát volt olyan ismerős, hogy hozott egy órát, hogy kint látta, és milyen praktikus, és akkor itt is bedugta, és hát az 5 órát naponta gyönyörűen késik. Na most az a villanymotor, amelyről én még szeretnék beszélni, az a léptető motor. A léptető motor egyre inkább elterjed, azért, mert ehhez ugye az kell, hogy elektronikával kell vezérelni, tehát egy elektronika vezérli, és ez nagyon szépen lehet tartani vele a sebességét és a körfrekvenciáját a motornak. A léptető motor, a legegyszerűbb léptető motor az egy szinkron motor tulajdonképpen. Itt van egy mágnes tengelyezve, aminek ez az északi fele, ez a déli fele. És tegyünk ide tekercseket. Ez legyen az A tekercs, ezt sorba kapcsoljuk, és itt adjuk rá az átfeszültséget, és ez a B tekercs, ezt is sorba kapcsoljuk, és rátesszük a B feszültséget. Na most, ha például a feszültségeket ilyen módon, ez az A és ez a B, itt a nulla, ez az idő, tengely, ezt pedig ilyen módon adjuk rá. Akkor látszik, először be akar így állni, aztán következő esetben így akar állni, mert másik tekercs van bekapcsolva, aztán megint a másik tekercspár van bekapcsolva, megint a másik, és ez szépen forog körbe. Ha ugye ennek, hogy jönnek ezek az impulzusok, ezzel lehet milyen sorrendben, azzal lehet állítani azt, hogy milyen gyorsan pörögjön, és bármikor irányt is lehet váltani benne, hogyha ezt az impulzust mondjuk itt előjelet váltunk, akkor pont irányt váltunk. Ez egy csomó mindenre nagyon jó, mert szépen pontosan úgy áll, ahogy kell, és de lehet vele még erőt is kifejteni, és ezek a motorok manapság kezdenek elterjedni. Ezek erősen terjednek el. Na és ezzel lényegében,
Ez egy négy pólusú léptető motor volt, általában sok-sok pólusú léptető motorokat csinálnak, tehát mindig megy arrébb, és akkor körbe, ilyen módon halad szépen körbe a tér, és a mágnes, ami ott van, az követi. Most még egy érdekes dolgot szeretnék mondani, amit ne is írjanak, nem kell tudni, hogy van. A szelszín. Hallottak ilyenről? Nem? Hát csináljunk egy háromfázisú motort, olyan módon, hogy van egy háromfázisú állórész, mint ez, és van itt egy másik ugyanilyen háromfázisú állórész, ami itt van. Na most, ha én ebbe teszek egy mágnest, így, elektromágnest, és arra is ugyanúgy teszek rá egy elektromágnest, és ezt a két elektromágnest összekötöm egy zárt hurokkal, akkor lényegileg van egy rövidedált tekercsem, nem? Csak a rövidedált tekercs, az a fele itt van, fele ott. Ha most én ezt elfordítom valamilyen szöggel, akkor az ugyanolyan szöggel fog elfordulni. Ugye ez érthető, mert az kell, hogy az itt lévő fluxus, meg az ott lévő fluxus összege nulla legyen. Tehát az pont ugyanolyan szöggel fordul el, és ezt lehet használni egy csomó dologra, használják is. Ugye egy manipulátor ez. Tehát amit én itt manipulálok a forgatásban, az ott is működik. Na most akkor most ezzel fejeztük be a motorokat, és ugye most már ott tartunk, hogy a megszerelt egyenletünk már majdnem teljesen kész, csak még valami hiányosság van. Amit nem tud a megszerelt egyenletünk, az egy nagyon érdekes jelenség, például az, hogyha veszem a mobiltelefonomat, amit most elfelejtettem kikapcsolni, lehet, hogy megszólal. Na, ha veszem a mobiltelefonomat, és a mobiltelefonommal fölhívok valakit, akkor mi történik? Hát a mobiltelefonban valamilyen módon, hát inkább nem is, szaladgálnak a töltések jobbra-balra, ugye? És ezek a fönt lévő adóban a töltéseket megmozgatják. Jó messze, így van? Hát nézzük meg egy rendes esetet, itt van egy antenna, itt van egy másik antenna, ha ezennél a töltéseket fölre mozgatom, akkor egy idő után, ha ez is egy fém, akkor ebben a töltések szintén fognak fölle mozogni, bár kevésbé mint itt, de fognak benne fölle mozogni. És azt is tudjuk, hogy nem akkor, amikor ezt mozgatom, hanem csak később megy oda, a fénysebességgel megy oda a hatás. Na most ilyent nekünk nem tud, mert ugye eddig még mindig a hatásunk az a elektromos hatás, az a Coulomb törvény volt, az nem tud időt, illetve azért ez más mint a transformátor, mert ugye csinálna azt, hogy van egy transformátorom, itt az egyik tekercs, 50 méterre arrébb van itt a primer tekercs, ott a szekunder tekercs. Akkor abban az indukálódik valami kis feszültség. De ez a feszültség nagyon kicsi lesz, mert ez egy dipoltér, és a dipoltérnek a tere az kérdnek hányadik hatványával csökken, emlékeznek? Hát a monopólusnak R nézettel, akkor R köbben csökken. Tehát nagyon erősen csökken a tele. És ezért ez messzire nem fog hatni. De emellett valamilyen hatás van, és először Hertz jött rá arra, hogy csinált egy kísérletet, ami ezt a hatást kimutatta. Tehát ő azt csinálta, hogy ezt is bemutathatjuk legközelebb, hogy valamilyen módon egy sziklákat hozott létre, ezt úgy hívta ő, hogy vibrátor, mert vibrált a szikla, ezt nem szóval összetesztem más vibrátorral, ezt úgy hívták, hogy vibrátor, ő nevezte el, hogy vibrátor, és tehát egyszerűen ez két vastömb, amely között ugrálnak a sziklák, semmi érdekes dolog nincs benne. És akkor csinált egy ilyen fém hurkot, ami szintén volt két gömb, és az nem volt sehol se bekapcsolva, és mégis ugráltak rajta a sziklák. Hogyha nem tette túl messzire, ugye? És ez volt az, hogy ő
hullámokat tudott gerjeszteni. Na most, ami a lényeges volt, nem az volt a lényeges, hogy szigárokat ugrottak, hanem ez vitte távolabb, és nézte, hogy hogyan csökken az ereje. És rájött, hogy ez nem egy per elnézettel csökken, hanem csak egy per ellen. Tehát ez egy nagyon érdekes effektus volt neki. És ugye ebből csinálták először a sziklatágrot. Tudják mi az? Hát a morzéval adták, de egyszerűen, ha menyomtam, akkor sok-sok szikra ugrált, ha nem, akkor nem ugrált szikra. Az adó az egyszerűen szikra. A vevő pedig az volt, hogy egy csomó fémport letesznek egy üvegrúdba, üvegcsőbe, és hát végén van két érzékelő, és ha itt ugrálnak a szikrák, akkor az elkezd vezetni. Akkor valamilyen jobban összetapadnak a fémporok. Ez volt a kohérer. És ez volt a szikla táviró, hogy itt a morzébe beadták a jeleket, és ott lehetett érzékelni. Hát amikor a Titanic elsüllyedt, nem tudom azt tudják, hogy elsüllyedt, ugye? A Titanic leadta a vészeleket szikla távíróval még, és azt fogták, és erre fölindult el a Kárpátia nevű hajó fölvenni az utasokat, és egy csomó utast föl is vett. Tehát ugye tehát azért volt, aki azt a Titanicot túlélte. Körülbelül az utasok 30 000 túlélte. Na hát akkor nézzük meg, hogy mi van itt, mi hiányzik nekünk még, amiről már nagyon sokat beszélgettünk, hogy mi hiányzik. Tehát a Maxwell egyenletünk, nekünk van egy ilyen. Maxwell egyenletünk, hogy körintegrál HDR az egyenlő az árammal. Az egyenlő az áram. Hát akkor nézzük meg, hogy mi van itt. Az áram pedig az integrál J-szer a felület. Ilyen DA. S-szer jelöltük a felületet? DS. J-szer mivel jelöltük a felületet? Emlékeznek? S-sel, ugye? Na, tehát J-szer DS. Itt. Ez egy nyílt felületre van, mint például erre a lapra, a körét felület pedig ennek a permére. F-re. Akkor legyen F. Mert már elfelejtettem. J-szer DF, mert felület. Tehát körintegrál a HDR egyenlő J-szer DF. Na most, ha például egy kondenzátort nézzük, és töltjük fel a kondenzátort, akkor ez a felületet én itt veszem föl, hogy ez speciál, itt a pereme, valahol a kondenzátor körül, nem hozom oda, mert akkor nagy káosz lesz. De ha így veszem föl, akkor van áram, ha így veszem föl, akkor nincs áram. Így van? És a perem pedig ugyanaz. Tehát itt valami még nem stimmel. De hát, hogy nem stimmel, az onnan is látszik, hogyha én megcsinálom ezt a körintegrált egy zacskóra mondjuk, ugye akkor az a vonal, amit ezt integrálni kell, az a zacskónak a szája, pereme, zsák, mondjuk egy zsák, zsáknak a pereme, ez pedig maga a zsák, így van? Ha most én a száját húzom össze, húzom össze és becsukom, akkor ebből egy zárt felület lett, ugye? És akkor arra az integrál nulla, ha a H nem volt végtelen, mert az út az nullává ment, tehát akkor ez nulla, és akkor ebből körintegrál lett, ez zárt felület lett, és ebből azt következik, hogy az áramsűrűség körintegrálja, az nulla. Tehát amennyi áram belefolyik bármelyik felületbe, ki is folyik. Na most ez, ami nem igaz, ha valahol az áram föltöltődik. Ugye? Ez, ami nem igaz. Máskülönben ugyanez másképpen is látható, hogyha én azt mondom, hogy ezt az egyenletet úgy írom föl, hogy rotáció H egyenlő J-vel,
akkor ha ennek az egyenletnek én veszem a divergenciáját, a divergencia rotáció H, amit én tudok, hogy nulla, nem tudom, remélem maguk is tudják, hogy nulla, az egyenlő divergencia J. És ide megírom egy kérdőjelet, a divergencia nem nulla, a divergencia J, hanem a divergencia J plusz dRó per dt az nulla. Ez melyik egyenlet? Kontinuitási egyenlet, ugye? És itt is az igaz, hogy a körintegrál JDF plusz a töltés DQ per DT az nulla, ez a töltés, ami az átfelület belsejében helyezkedik el. Na most, hogy lehet ezt orvosolni? Hát úgy egy kicsit följebb viszem, ezt egy kicsit följebb viszem, ezt egy kicsit följebb viszem, hogy alul akarok írni. Ezt úgy lehet orvosolni, hogy ide beírok még egy tagot, illetve ide beírok még egy tagot. Melyik lesz ez a tag? A körintegrál H-szor dl az egyenlő áram, plusz, itt azt írom, hogy d per dt, integrál d, df. Kisebb felírtam a felületre eddig. Tényleg nem nagy f, most már emlékszem rá. És a rotáció, a másiknál pedig ugyanúgy a rotáció h, az egyenlő j, plusz dd per dt. Na most, minden az, szerintem legalábbis az integrális módon sokkal jobban látszik. Most ezt itt, mivel itt egy áram van, ezt a mennyiséget is áramnak hívjuk el, itt hívjuk, eltolási áramnak, angolul displacement current. Most magyarul nem azért hívjuk ezt eltolási áramnak, mert itt tolják el a megszerjétek magyarázatát, legalábbis én remélem, hogy nem itt tolom el, hanem valami másokból, hát hogy hát azt azért hívjuk, mert ezt az áramot itt, mintha itt is folyna eltoljunk ide, a kondenzátor lemezei közé. És akkor most innen folytatjuk a szünet után, jó? Ez még egyszer, hogy 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 ez még